Szia, vodnéző, Marian vagyok. Ez még az előző videónak a folytatása, kicsit megcsúszva, bár de annál nagyobb szeretettel. Nézzétek a videót is, remélem, hogy tetszeni fog. Ha tetszik, akkor durrancsatok egy lájkot rá, kommentbe nyugodtan írjatok, Instán kövessetek, DC-re gyertek. Egyébként minden linket megtaláltok majd a leírásban, úgyhogy nincs más dolgotok, mint nézni a videót, és jó szórakozást kívánok hozzá. Azért az azt mondta, hogy később főjém, azt azóta is hívom. Na, kórház. Fuck! Erre esett az töröt, nem? Mondjuk, hogy nem olyan vészes. És hazamegyek. Mindenkit elkapok. Csak először Tyler-t kéne megtalálnom valahogy. Parapapa. Jó, lesz egy Enterprise. Oké. Hát semmi más nincs itthon, ami nekem jó lenne. Még egy mobil, valami. Oké. Jó. Zsatar. Megint vegyünk izét. Rádiót. Aj, guruljunk ki. Kellene. Opa, 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 opa. Kell rádió. Meg minden fasz. Van egy kis bolt. Ott le van zárva. Azt nyomják akkor. Akkor viszont... ide eljövök. Felhívom a Reggie-t. Nem tudok telefonálni! Reggie? Hello? Hol vagy? Hát a Hello? Boltba. Milyen boltba? Hát bazd meg, a kórházba elvették a cuccaim, geci. Ez kemény. Te nem jössz velem, Capri? Rachel vagyok. Gengelni. Ide beszélek, nem telefonba. A tesóm ott van? Igen, igen, itt van. Minden rendben vele. Jó, bazd meg. Mi történt amúgy, geci? Tessék? Mi történt? Jó, minden igazából, igen, persze, itt van a tesód, majd beszélünk, szia! Ne tedd! Halló? Hol vagytok? Itt vagyunk Dinek az éttermébe. Jó, megyek oda, bazd meg! Jó, itt a testvérem, nincs semmi baj, oké? Jó, oké, hello. Itt van a Dinek az éttermében, na, szia! Jó, megyek. Szerzem ezt az Audit. Még mindig betyárok, mint a Merci. Na, akkor majd tesó elhozza. Igaz, hát ez fordított nap. Szia, Rachel. Szia, Capri. Fordított. Gyere csak egy kicsit, Rachel. Az a legfontosabb dolog, hogy ez előbb megkérdeztem tőled, hogy kúrod-e a hátam, hogy... Nem iszú. Ő a testvéred. Igen, igen. Reggie azt mondta, hogy agyhalott, meg azt, hogy buzi, meg még csúnyábbat is mondott. Szájba fogom verni, semmi baj nincs vele, csak ő még más környezetben szocializálózott. Tehát ennyi, nincs gáz. De Reggie ilyen csúnyákat csak mond rá, csak ő szóltam. Még nem tudja amúgy, hogy mi van, szóval, érted? Ja, ő még jó. Csak azt tudja, hogy klubunk van. Ja, persze, csak klubunk van. Igen. Ja, tegnap az önkormányzaton azt mondták, hogy nem ismerem a stripklubosokat, mert meg akarják adóztatni őket 5000 hetente. Na, leszopnak. Majd én megmondtam, hogy őket nem úgy ismerem, mint akik adót fognak fizetni. Hú, na tudod, majd akkor megmondom nekik, majd ha befejezték a festést, majd akkor adózok. Addig nem. Mert már mióta ígérik, hogy kifestik, meg befejezik, meg a csótányírtást, minden, semmit nem csinálnak, én addig nem fizetek egy forintot se. Hát addig ne is, hát még kéne fizetni addig. Hát majd ennyi. Ők csinálnak valamit, akkor majd talán. Így van, így van. Elmennek a faszba, tudod, kit húzzanak le. Jó gondold meg, bátyám. Szórják a pénzt, látom. Ja, látom, bazdek, félek beleviszik a bűnbe csórót. De állítólag, fater alkesz lett, azt elzavarta otthonról. Elzavarta. Aha, hát mert piás az öreg aztán. Azért. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Na mindegy azért, hogyha úgy van és itt van a tesóm, akkor hogy figyeljetek már rá. Ja, meg amúgy Reggie hazudott neked a telefonba, csak mondom, mert nem is voltunk itt, és azt mondta, hogy reméli, hogy nem hagyta el a srácot. Tényleg? Na, tényleg. Igen, hagyta.
Itt hagyta. Eljött értem a rendőrségre, és itt hagyta. Úristen. Új gazdagságban. Megverem. Meg fogom pofozni ezt a Reggie-t amúgy. És mondta, van, hogy ne, hogy elmondjam neked. De inkább szóltam. Jól tetted, jól tetted. Cinkostárs vagy, tudod? Persze. Az van, hogy mind a két autóm itt van, tudsz vezetni, igaz? Ha jól emlékszem, Bajosít. Hát, így melámmal. Na figyelj, Csücs, melyik kocsit szeretnéd vezetni, választhatsz? Hát, amelyiket te nem. Hát nekem mindegy, én mind a kettőt szeretem. Hát, válasz egyet. Hát, akkor vezesd a Mercit, az még jobban egybe van. Az, melyik? Hát itt, ami mellett állsz, ez. Ja, ülj be a vezetőire. Te jobbkorbányos? Rachel! Tessék! Haragsz orrám? Nem, nem haragszok. Csak tesómnak bejelölöm, hogy hova menjek. Várjál! Rá! Az illetette! A kúvé életbe! Nem volsz, Reggie! Rám nem haragszik! Én nem haragszom. Miért haragudnék? Jó. Hát most... Várjál meg, tesó! Tesó! Tesó, állj meg! Állj meg! Tesó! Úristen! Tesó! Óvatosan, ez sok paci van alatta. Figyelj, lassan, ott várjál meg, amit bejelöltem, jó? Jó. Jó? Óvatosan. Jó. Persze, haragszom rá, mert itt hagyta a tesómat, bazd meg. Hol? Hát itt. Úgy jött vissza érte. Figyeltünk rá. Itt hagyta, elmondta kettő. Nem. Úgy volt, hogy elkezdtek titeket baszogatni a pirosok, én meg elbújtam. Fult mögött hősiesen, érted? Telefonoztam, érted? Twittereztem, nagy baszt. Egyszer csak engem is le akartak fegyverezni, aztán azt hitték, hogy rendőrt hívok, ezért elmenekültek. És hívtam neki mentést, összekoparták, elmentek el Capriért, és én mondtam, hogy addig figyeljek rá, nehogy bármi baj esse. Én meg itt szóval tartottam. Meg és velem mi történt amúgy? Téged kolokkobátba azért elvittek intenzívre, leütöttek a pirosra. A rohadt anyuka, ezt meg fogom bosszulni amúgy, melyik köcsög volt? Az összes. Hát ez a foszhajú. A vastagrosztás. Na jó van, ezt jegyezzük meg, hogy ez bosszút ígér. Na, az van, hogy Capri, figyelsz? Igen. Most hazamegyek, mert tesómnak adok egy stukit. Adok jó. Neki lakáskulcsot, és akkor izé, otthon lesz ő amúgy. Aztán majd bevezetjük apránként, csak nem akarom sokkolni, hogy érted. Ja, egyszerre apránként mindent a nyakába. Hát, bazd meg, ő azt hiszi, ő úgy tudja, hogy csak klubunk van. Klub? Hát az előbb mondtad rólam, hogy tudod, hogy bűnöző vagyok, meg ilyenek, tudsz minden részletet. Nem szabad ilyeneket mondani. De hát azt elmondtuk neki, bazd meg. Nem kellett volna? Nem mit, nagyon. Hogy én bűnöző vagyok? Hát nem mondtuk, hogy izi, hogy... Vigyázni kell a tesóra, mert ezért szokott börtönbe menni, meg ilyen. Nem kellett volna? Nem. Na mindegy, remélem a kis lelkét nem tettük tönkre. Na az a lényeg, hogy... De jó van, csak szopatlak ám, bazeg, szopatlak. A faszom, geci. Te maradsz, Capri, vagy jössz velem? Megyek, szerintem megyek. Jó. Én is veled. Jó, akkor sziasztok, srácok. Sziasztok, jó, szevasztok. Megyetek. Beszélt a horror! Miért szálltam? Jaj! Ne! Ne! Ne tudok válni! Jól vagy! Jó vagyok, csak betört a horrom! Na ez meg már tankolni is kell ebbe a fos szarba. Mi is érdekel. Hülye tűz, csáv. Bezzeg. Most a tesó vajon hol van? Ott a Merci. Jó van. Jó van, hova megy? Most. Jó, bazd meg. Igazából jó irányba megy, arról is be tud menni, ha akar, csak... Ó, ne egyenesen menj. Ne, tesó! Tesó!
tesóköves! Nem, gyere utána! De belém! Ó, oh, Istenem! Nem, még nem bírja a lóverőket. Na gyere, tesó! Ez a házunk. Itt élünk egy jó páran, barátok. A köztük a papri is. Ő is itt él velünk, mindenki itt él. Hát ez egy jó nagy házacska. Itt alszik valaki, bazd meg. Ez gyömbér, nem? Hello! Gyömbér! Jó reggelt! Lehet, fel kell popozni. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Hallod, ez tuti beállt. Bevett valamit. Na gyere! És akkor az van, hogy itt van egy nagy szekrény, látod? És akkor itt vannak jóságok bent. Igen? Nyugodtan használd a kaját, az üccsit, mindent, amit szeretnél. De amit látsz benne ilyen, hát, nagy fegyvereket, azokat ne piszkáld. Figyelj! Figyelsz rám! Ez legyen nálad. Mindig. Jó? Jó, rendben. Majd megnézzük, hogy hogy tudsz lőni, meg ilyenek. Hát jó kérdés, most a lába csak rám a kerti munkamat. Hello! Szia! Hányan vagyunk itthon? Ketten vagyunk, és kaszkáddal. Ketten vagytok? Igen. Akkor mi meg itt vagyunk hárman. Van kedvetek menni egy pucért? Én ruhába szeretek tenni. Ruhába leszel, nyugi. Mehetünk. De, hát egy ilyen levezetőnek. Megnézzük, tesó mit tud a fegyóval alkotni, na? Fognak téged betűztetni, ha így folytatod. Na figyelj, tesó. Az van. Jó, akkor itthon gyülekezzünk, öltözzünk át, jó? Na figyelj, tesó. Az van, elmegyünk egy faluba, ahol vannak emberek. És azokat az embereket, hát lelőjük. Mit szólsz? De hisz ártatlanok. Nem ártatlanok, mert ők nekik nagyon nagy puskájuk van, és mindig bántanak, és elveszik az emberektől a vagyonokat, és ott tárolják. És mi olyanok vagyunk, mint a Robin Hood, visszaveszük azt, ami nem illeti meg őket. Mi lenne, ha csak csendben hagynánk, hogy végezzék a dolgokat, mi pedig, mint a madarra csücsergnénk, vagy valami. Hát, igen. Gyömbér. Ez nem jó, nem izgi. Esetleg sakkozhatunk. Persze, hogy sakkozhatunk. Na, akkor az van, hogy neked csinálunk. Neked megvan az a ruha, szed gyömbér. Melyikre gondolsz? Mindjárt hozom, várja. Ez kell nekem. Ez hát neked meg. Igen, igen. Aha. Na, akkor elmész a tesómmal? Csá. Elmegyek, persze. Jó, hello. Ezt a szettet pakoljátok össze, jó? Gyere haza. Rendben. Itt na, köszi kell, itthon várlak titeket. Ja. Kell a kocsi? Legem... Vagy van kocsi? De van. Jó, gyere. Akkor menjél vele. Ja. Jó. Szia! Hello. Sok sikert a tesónak. Hát, köszönöm szépen. Jaj, de jó! Jaj. Hoppácska! Megcsúsztam. Na, jó volt fölporszívózva szerintem itt. Hát, valószínű. Valószínű. Na, mehetünk? Készen állunk, srácok? Igen. Akkor menjünk. Bár én jobban támogatom a békevetetet, de... Mi? Jó, ne támogass. Támogasd a csapat szellemet. Azt is támogatom. Akkor jó. Csak békével. Akkor a falun talakint. No! God, please, no! 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 Cse. Na, hello. Tyler? Kicsoda? Ja, jövök! Ja, bemutatom Kenny a tesómat. Ő Tyler. Cseh! Hát, vettek a hegyen. Aha, a hárman. Merre? A sniperesre figyeljetek majd létszőjne, hogy elpusson a bódétól. Oké. Okay.
Jó az időzítés, pont este jöttünk amúgy. Hát igen. Akkor gyere, Tyler! Baszki, tuti zsákba rakják. Bolina még egy lő. Egy meg lemászott a lépcsőn. Kicsit érdekesen mozgott és nem bírtam lőni. Szép. Fel kell, hát ez miből van? Terminátor? Ott van még a bódénál egy. Még fent vagy lemászott? Fent, hopp hopp hopp, jó, kapta a kis kokit. Bódé tiszta. Hát nem nagyon úgy vannak az NPC-k, ahogyan lenni kellene. Aha, és nem is nagyon hallnak meg. Oké. Tudod te balra sem, nincs senki? Nem, de nem látom. Figyeljetek már, ti láttok embereket? Igen. Bódé tiszta. Itt, jó. De nem látok el mindenkit. Itt az ajtóban is például nem látok senkit ahol. Nem is értem, kit lőnek. Na jó. Ez így bajos. Inkább senkit nem látok. Viszont egy gögröző. Figyeljetek már! Nem látok senkit, Capri. Ezért nem kevesebb a lakója most ennek a falunak? Hát, de. Szóval, hogy... Érdekes, meg kb. Fele annyi ember van benne. Én nem merek lakulni még. Csak egy ember, az meg ilyenek, szóval nem tudom, hol vannak. Levenj a kocsiba. Hát, nem tudom, ott van még egy vanya. Be kéne menni kocsival amúgy. Hát hajra, nem tudom, hogy vagytok a hegyen. Gyalog, nem merek. Ott mi vagyunk lent? Valaki már lent van tőlünk is, szedi a dolgot. Ki van lent? Valaki ott van lent. Nem tudom. Tyler, te vagy az? Ő csak felteszi a kezét folyamatosan. Most hát egyszer feltette meg a dolgot. Nem tudom, azt nem ő rambózik, nyomja. Kesztyű tartóba, sőt ki be. Mi a baj? Valaki jön velem lépcsőhöz közben? Szétlődtek. Baszki, és nincs kötszer, mi? Hát nem tudom, hogy valakinél van. Én nem hoztam. Valakinél van kötszer? Van nálam itt lent lépcsőn egész. Akkor a lépcsőhöz lemész? Aha. Jó, Tyler, ott lesz Kenny-nél. Valaki leesett a víztoronyból szerintem. Ne! Nem Tyler, vagy ki esett le? Igen, ez Tyler. Ki viszed a izéhez? És akkor oda hívsz egy mentőt, megyünk mi is oda. Mizu, Rachel. Megyek fel a hegyre. Micsoda? Megyek a hegyre, fel a kocsiért. Egy helyre le tudok menni, egy emberre le tudok menni. Itt vagy. Itt vagyok. Capri? Elmentek hárman. Merre vagytok amúgy? Maradt még itt valaki pucéron? Szerintem gyömbér. Itt van mellettem. Akkor nem, mert mi hárman vagyunk. Tyler, elmizu? Hozzá kell mentőt hívni. Ez meg. Blézike és ézi. A vezetés. Hát én sem vagyok jobb, az meg. Kurva, állj! És most hol van Tyler?
Bevittétek a kórházba, vagy mi van? Mi fix, nem? Nem, hát Kapri. Hát akkor ki vitt el? Itt van nálam. Senki. Kapriéknál négyen ültek az autóval. Négyen ülnek Kapriék. Hát de valaki elvitt, vagy hárman. De nem tudom a nevét, akinek ilyen izi haja van, így föláll. Olyan a haja, mint a Reggie. Ki? Benji? Nem tudom, hogy ki. Az a Skarsgård. Vagy Skarsgård. Akkor ő most bevitte a kórházba? Vagy azt... Nem tudom. Jacob, bevitted izét? Tyler-t, mi van? Itt van nálunk, nem tudom. De hol az Evo? Ezt a nevet mondta. Nem fogom rá. Mondjuk oda. De jelzett a mentős, hogy jön? Sose ér ide szerintem. Szegény. Az első bevetése volt. Vegyem meg. De milyen tryhard pat volt amúgy. Ment. Csinálta. Feláldozta magát. Fel amúgy, igen. Büszke vagyok rá. Aztán félre lépett, az megcsúszott. Hát igen, néha előfordul az ilyen. Még a legjobbakkal is. Na végre. Tisztelet. Mi történt? Szia, dokiments meg a tesó. Lehet tudni? Mi történt? Hát megcsúszott és elesett. Ja, értem. Eli. Aha. Túráztunk a hegyekbe. Aha. Az jó buli. Hát az igen. Volt, még hát el nem igen. Esett szegény. Többiek meg kell esettek bármilyen alatt? Hát esett, hogy rám majd rám nézhet. Jó. Na, ez amúgy jó volt. Míg hazamegyünk és annyi lesz a stream, srácok. Szia, tesó! Hogy kerültél? Ide. Hát megcsúsztál túrázás közben. Közben felállhat a földre, mert most már nincs semmi a sérülésed, meg minden jó. Ó, ez csodás. Akkor egy név és egy foglalkozás. Hát Tyler Green. És hát nem tudom mi a foglalkozása. Hegymászó. Rendben, akkor át is. Hegymászó. Jó, köszönöm. Nincs mit. Köszönjük szépen. Nincs mit. Köszönjük. További szép estét. További szép estét. Jó munkát. Eó. Gyere tesó. Jövök. Going home. Aha. Menjünk haza. Hogy működik ez a rádió? Hát nyomd meg a gombot. Hát és ha nincs rajta? De van rajta gomb. Majd megkeressük, hogy neked melyik gomb az. Lehet, hogy egy másik fajta rádió tették. De amúgy hallott kemény voltál, lemertél menni oda a faluba. Hát de oda nem kell lemenni? Hát de le kell menni, de akkor kell lemenni, mikor már ott... Nem tudom, nem tudom. Akkor kell lemenni, ha... Ő ki? Nem a Ricky. Martin? Az. Hát nem hiszem. Akkor kell oda menni, mikor már tiszta a terep, tudod, mikor már ezek a gonosz emberek nincsenek ott. Te lementél, basszus, hát úgy izgultam. És ki az a... elfelejtettem a nevét. Na basszus. Fekete. Fekete. Hát jó pár fekete van a csapatban. Ja, akkor kisebbségbe vagy? Oh. Ez hogy? Hogy? Hát ez így jött. Nem adta ki. Hát nem, mert tudod, nekünk is apa fekete. Csak mi anyára hasonlít. Tehát benned is van fekete vér. Úgyhogy te is fehér. Most abban, hogy mi bajod a feketékkel? Te rasszista vagy, tesó? Hát nem. Ne legyél, mert vannak egy páran itt a csapatban, aztán.
csak a bal? Hát, hát így nem merek majd fürdeni. Miért? Nem fognak megbaszni. Nyugi, nem meleg. Biztos. Biztos, senki nem meleg. Nem a te kiséget kell nekik, nyugi. Hát akkor mi kell neki? Hát a nőiség. De nem a tiéd! De és ha kisebbségi komplexusom lesz? Nem lesz, hidd el. Egy idő után feloldódsz és jól fogod érezni magad. Csak még most egy kicsit furi, tudom. De amúgy jó lesz, majd meglátod. Jó fejek a srácok, lehet velük hülyéskedni, markulni. Szóval nem lesz gáz. Csak ne hagyd magad. Na, figyelj, válasz egy szobát, amúgy itt is van egy ilyen fiús szoba. Hát ez egy kicsit kupis, de... De büdös. Jó, akkor hallod, van egy csajos. Oda bemehetsz. Nézd, ez tiszta. Oh. Ez. Ez jó lesz? De jó, jó lesz. Na, akkor itt tudsz aludni, én is meg lefekszek most már. Jó. Valami van. A számod, add ide a telefonszámod. Nincs telefonom. Akkor vegyél elő egy jegyzetet, gyorsan egy papírfecnit valahonnan, és írd fel a címet. Nézd, ezt forgatta. Mi ez? Wow! Oh, ez mi? A kaszinóba. Hú, ez nem kell neked. Úgy érzem. Igen? Jó. Nem akkor ledőlök. Jó, figyelj, akkor a számodat igen? Meg tedd egy cetlire, és akkor hagyd itt én meg majd felírom. De, jó? Nem tudom a számomat. Mindegy, vegyünk majd egy telefont. Jó. Jó, holnap veszünk neked telefont. Na, jó van. Jó éjszakát. Valami van, szóljál, itt leszek a másik szobában. Jó, rendben. Na, jó éjszakát. Hello. Szia. Na, srácok, ennyi volt a mai stream. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én most lerakom a kocsit a... Izíba, a picsába, és ennyi a véleményem. Amúgy jó volt ez a mai streamecske, szerintem. Ez most ez egy kicsit ilyen nyugis volt. Na, néha ilyen is kell. Megismertétek a tesómat, úgyhogy fajn volt. Én szítattam, remélem, hogy nektek is bejött, úgyhogy legyetek jók, meg minden. Puci-puci, sziasztok!